akikkel együtt én is törrönök. Jó, már mikor elkezd a tábor a hajrá lilákra, ennek a csapatnak nincs az NB1-re párja. Mindenki egyből a száját átja, 20 bajnoki arany és 8 kupát van bátja. A zöld sasokat a lila buldog szitákja, nézd csak meg jobban, már nincs is neki szárnya. Ezért mondom tesó, hogy pihentesd a szádat, a szurkolóidat a kor széjjel csalabázza. A kerítés beszakad, a brigádom rázzab, az Újpest a csapatokat mindig lealázza. 1041 az ég is megremeg, hogy ezek után mit mond. Mondasz, nekem egyre megy. Gyertek, a magyar focért a szurkolista. Gyertek, az átkapu megjön, senki ne se vettek. Gyertek, a magyar focért a szurkolista. Gyertek, az átkapu megjön, senki ne se vettek. Álljon meg a lilla, mennek tökén van a kácsinak. Ameddig én osztalak, addig ácsi van. Mi van vele, gyerek, nem vágod, mit beszél. Mikor bevadul a vég közé, az a lényeg, hogy megmondom a tankot. Nem látom bulldogokat, csak is tacskot. Pancse, pincsi, keki kamura ugatnak térdre, tiszteletet a zöld sasnak. Mert előbb-utóbb úgyis az a vége, hogy aki lila majom esküszik a kék fényre. Tudja mindenki, hogy nulla az esélyete, hogy a csapatotok győzötte veré. Mit véres és komolyak a dolgok, lehet az a pálya, az utca, érted amit mondom? Mert itt és ott is megaláz a vagyló. Túl sok a lila köd a fejetek, de majmok. Gyertek, a magyar focért a szurkolista. Gyertek, az átkapu megjön, senki ne se vettek. Gyertek, a magyar focért a szurkolista. Gyertek, az átkapu megjön, senki ne se vettek. Nem tudni, hogy a csoportos falkaszellem, a hétköznapokon elfolytott lappangó agresszió, vagy pusztán a másik szurkoló tábor ellen érzett és mindenek felett álló gyűlölet az oka, de tény, könnyen, önhibáján kívül bajba kerülhet az a jó szándékú szurkoló, aki kilátogat egy Ferencváros-Újpest vagy egy Újpest-Ferencváros mérkőzésre. Pláne akkor, ha rossz kor van, rossz helyen. Volt, hogy Újpesten a dühött zöldfehér szurkolók átszakították a kerítést és megrohamozták a lirákat. De történt már olyan eset is, amikor a kontrolljukat vesztett utedrukkerek páholták el a zöld-fehér híveket. A futballhuliganizmusnak egyelőre nincs halálos áldozata Magyarországon. Mert, a magyar focért a